első nap. Nekem az első amatőr filmem az nézhetetlen volt. És rá kellett jönnöm, hogy nem magamat kell keresni a világban, hanem a világot magamban. És ettől megfordul minden. Ettől kapsz lehetőséget, hogy a világot használjad. És az a dolgunk itt a filmes szakon, hogy megérezzük, hogy egy tanítványban benne van egy film. Meredek, észreveszik ott. Dehogy veszik. A képen viognak. És hát arra felhívni a figyelmét, hogy nem magának csinálja a filmet, hanem a néző. Rázom magam, ugye minden rendben van, újra ennek fülnek, nézek rá. A hallgatók itt tulajdonképpen egy affinitást kaphatnak, vagy bármi, ami ebben kapcsolatos, hiszen mi akadálymentesítést is szeretnénk tanítani. Tehát az, hogy hogy lehet egy vaknak a filmet elmesélni. Dunakodás kezdődik Pista és Feri között. A két nő igyekszik szétválasztani őket. Tibike lép hozzájuk. Feri azonnal megnyugszik. Tessék, Tibike, mit szeretnél? Én csináltam egy filmet vakoknak. És miután volt egy szembalesetem egy forgatáson, és erre valami üzenetet éreztem ebben, hogy a vakok üzentek nekem, hogy egy kicsit figyeljek már rájuk is. Elég misztikusnak hangzik, de nem baj. De tényleg ezt éreztem. Belépnek az első terembe, a falakon festmények. Néhány látogató nézelődik. Ebben a teremben annyi kép van, mint a nyű. Keressük meg az impresszionistát. Kitaláltam egy olyan technikát, hogy verbálisan el lehet mondani azt, hogy mi történik a vásznon. Tehát az, ami a történéseket, a verbalizálást meg kell tanulni. Na, hogy egyszerűen eljössz, akkor fölvehetek? Hihetetlen jó volt dolgozni a vak szereplőkkel, a gyerekekkel, ugyanis elképesztően természetesek voltak. És egy vaknak nem alakul ki valami szerepjátszás, hanem teljesen magukat adják hihetetlen naturalisztikus módon, képviselik önmagukat. Playback! Hihetetlenül jó barátságok kötöttek a vakokkal, és fantasztikus volt, hogy az egész stáb átalakult. És egy hihetetlen, nagyon családias forgatás volt az egész. Életem legnagyobb élménye volt, legjobb forgatása. Még egy próbál, gyerekek, figyeljetek! Személyiség fejlesztő, átalakító program végül is. Kiben mi keltődik, milyen rezonancia keltődik avval kapcsolatban, amit hall?